Műsorral köszönték meg az otthon lakói a Máltai Szeretetszolgálatnak az adományt. 6 ágyat kapott a tatai idősek otthona, ugyanis már nagy szükség volt a kényelmesebb fekhelyekre. Az intézményben nagyon megnőtt azoknak a lakóknak a száma, akik ágyban fekvők. Az ő ellátásuk az fokozott fizikai megterhelést jelent az itt dolgozóknak. Tehát nem csak a lakók, de az ápolók is jól jártak az adománnyal, hiszen az ágyak állítható magasságúak, és így a dolgozók könnyebben tudják ellátni a betegeket. A 156 lakóból összesen 31-nek lenne szüksége ilyen ágyakra. Egyszer, mikor itt jártam az intézményben, akkor az egyik néni, aki járt a templomba hozzánk, az megszólított nevemen, hogy nézze meg, Lajoskám, milyen ágyon fekszem. És akkor úgy belegondoltam, hogy hát bizony ezek a jobb sorsa érdemeltek, ezek a szegény emberek, hogy azt az időszakot, amit az életük hátralévő idejében itt kell eltölteni a ápoló ebben az idős otthonban, akkor egy méltóbb körülményeket tudjunk biztosítani. Az ágyakat külföldről hozatták. Bondor Lajos hozzátette, ez úgy lehetséges, ha a fuvar költséget állja a segítséget kérő. Most viszont a Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportja saját költségén hozatta be az ágyakat, amelyek mintegy 1,5 millió forintba kerültek. Mivel a várossal jó kapcsolatot ápolnak, tervezik azt, hogy minden idős, akinek szüksége van ilyenre az otthonban, lehetőség szerint kap majd egyet a jövőben.